Önök a Zemplén Televízió január 23-ai híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. A Magyar Kultúra Napja csak nyitánya az idei színes kulturális programoknak, mondta a Petőfi Irodalmi Múzeum új főigazgatója a Sátorai Jóhelyi Kultúra Napi megemlékezésen. Gyász. A zempléni iskolákban is megemlékeztek az olaszországi busztragédia áldozatairól. Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumában tartották meg a Sátorajóújhelyi Magyar Kultúra Napi ünnepséget. A himnusz megalkotásának 194. évfordulójára szervezett ünnepi műsorban Prüle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum új főigazgatója mondott beszédet. Mondani valójában kitért azokra a jubileumi évfordulókra, amelyeknek szervezésében számít a két új helyi intézmény munkatársaira is. Ezzel az estén adták át a város közművelődési díját, amelyet idén Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának vezetője kapott meg. Népünk tehetséges és sokszínű, ennek bizonyítékai pedig a kultúra minden formájában megmutatkozik, mondta köszöntő beszédében Szamosvölgyi Péter polgármester, aki elsőként szólt a Széphalomban megszervezett Magyar Kultúra Napi városi díszünnepségen. Talán soha ennyire nem voltunk kiszolgáltatva és támadva hagyományaink és értékeink megtartása terén. Anti-ideológiák, a minőség elvetése, a pénz mindenhatósága, idegen kultúrák feltűnése, fiatal értelmiségünk részbeni távolságtartása, a hazaszeretet, a család, a hagyományok fellazulása és eltűnése mind-mind jelen van, egy szóval minden, ami eredeti mentalitásunkkal, kultúránkkal szemben áll. Az ünnepség főszónoka Prüle Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum új főigazgatója volt. A kulturális szakember a Magyar Kultúra Napján, mint nyitányt említette, azelőtt a színes irodalmi év előtt, amely Arany János születésének 200. évfordulójának jegyében telik majd, de más jeles emlékezést is szervez a ház, amelynek tagja a két új helyi közintézmény is. Szabó Magda születésének 100., Kassák Lajos születésének 130., Kodály Zoltán halálának 50. évfordulója, csak hogy négyen példát említsünk. Mindnyájan mesterei a nyelvnek, ismerői a néphagyománynak, kreatív megújítói annak a kulturális örökségnek, amit évszázadok óta őrzünk. És persze, ha nemzeti nyelvről, kultúráról beszélünk, nem feledkezhetünk meg a legfontosabb dátumról, a reformáció kezdetének 500. évfordulójáról. Luther Márton német biblia fordítása indította el azt a hullámot, mely gyökeresen megváltoztatta nem csak az ember és az Isten kapcsolatát, hanem egész Európa kulturális térképét is. Az idén a város közművelődési díját Nyíri Péter, a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Nyelv Múzeumának főosztályvezetője kapta meg. Az irodalmár intézményvezető a múzeum 2008-as indításától azon dolgozott, hogy egy országosan is elismert, magas szakmai műhely legyen Széphalomban. A nulláról indult ez a múzeum, és ez egy csodálatos kihívás volt a maga nehézségeivel, de szerencsére mindig voltak olyan partnereink, volt olyan szakmai hátterünk, amely segítette a munkát. Az Önkormányzat és a Városvédői Szépítő Egyesület idén is két elismerést adott át. Az egyiket idén is egy, a felvidéki magyar kultúráért sokat tevékenykedő személy kapta, dr. Paholics Ildikó, a kisgéresi Csemadok alapszervezet elnöke. A másikat kollégánk László Mária. A szerkesztő riporter 2008-tól tagja a szerkesztőségnek, munkáival igen széles területen találkozhatnak nézőink. Sosem szabad felkészületlenül menni, más területen sem, de a kultúra területén főleg a riportalanyhoz, hiszen színészekkel, írókkal, zenészekkel dolgozunk, és egy rosszul feltett kérdés elronthatja az interjút, viszont egy jó indítás, az tényleg az egekbe víz, és onnantól kezdve megnyílik bárki számunkra. A díszünnepség végén a Latabár Teátrum tagjai az Arany János emlékévhez csatlakozva irodalmi összeállítást mutattak be jeles költőnk műveiből. A hétvégi olaszországi buszbaleset miatt elrendelt nemzeti gyásznapon valamennyi közintézményben fekete lobogó emlékeztetett mindenkit a 16 magyar áldozatra. A Sátoraljaújhelyi középiskolákban a tanítás kezdetén imával, máshol verssel, beszélgetéssel emlékeztek.
Azokban az osztályokban, ahol igényelték a tanulók, az első órán beszélgettek a tragédiáról és a bennük keltett érzésekről. Az iskolákra, közintézményekre kihelyezett fekete zászló emlékeztet a mai nemzeti gyásznapra a Sátoraljaújhelyben is. A Szinyei Merse Pál gimnázium tanulóinak olaszországi buszbalesete megrázta az egész országot. Az újhelyi diákok, bár távol élő fiatalokról van szó, ma biztosan beszéltek erről a szörnyű tragédiáról. Minden iskolában tartottak megemlékezést az elhunytakról, a keresztény iskolákban imával, az állami intézményekben versekkel, beszédekkel adóztak az áldozatok emlékének. Ahol igényelték a fiatalok, ott a tanárokkal beszélhettek az eseményekről a diákok, mondta el a Kossuth Lajos gimnázium igazgatója, ahol volt olyan osztály, ahol feketében érkeztek az iskolába a tanulók. Szerintem ez nagyon fontos ahhoz, hogy mi is fel tudjuk ezt dolgozni, mert szerintem ez bennünk is megmaradt, hogy szinte velünk egykorú gyerekekkel történt ez a tragédia. Most sose gondoltam bele abba, hogy tényleg történhet bármi, és hogy nem jövök esetleg vissza. Az utóbbi 18 év legsúlyosabb külföldön történt magyar buszbalesetéről és az áldozatokról a Magyar Kultúra Napi díszünnepségen néma felállással emlékeztek meg az ott lévők. A tragédia körülményeit, a baleset biztosokát szakértők vizsgálják majd ki a következő hetekben. A Kő marad és a múltnak útja című legújabb könyveit mutatta be Sárospatakon Técsi Zoltán újságíró, író. A Sárospataki Vas Albert kör meghívására a Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek Gutenberg termében találkozhattak az érdeklődők az íróval, aki szívesen beszélt arról, hogy mit is kapott Erdélytől, és mi az, amit szívesen tovább is ad könyveinek segítségével. Saját bevallása szerint is erdélyi szerelmese lett Técsi Zoltán író. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy eddig összesen 5 könyv jelent meg ebben a témában. Sárospataki látogatása során a legutóbbi 2 könyvét mutatta be a Vas Albert kör tagjainak, illetve az érdeklődőknek. Nem lehet eléggé betelni vele, hogy mondja a magyar. Hát ezek a könyvek beteltek, de mi egyre kevésbé érezzük azt, hogy ezt abba lehet hagyni. És akkor most ez jött, ez a változás, hogy akkor szedjük szét darabokra, tehát akkor legyen Erdélynek ilyen-olyan-amolyan megközelítése, ha már úgyis úton voltunk annyiszor, valamiféle alapanyagot összegyűjtöttünk ez akkor írjunk csak a templomokról, írjunk csak a természet ottani csodáiról, illetve elsőként az jutott eszünkbe, hogy a gyűjteményekről, emlékhelyekről. Tudtunk, amíg nem jelent meg ilyenről összefoglaló mű. Ez egy képes könyv, tehát mi nem úti könyvnek tekintjük. Úgy szoktam mondani, hogy kezd csináló, a magyarban van egy erre való szó. Talán leginkább annak tekinthető, ugye a képek magukért beszélnek. Técsi Zoltán egyfajta küldetés tudatként hívta életre a könyveket. Célja nem csak az volt, hogy gyönyörködtessen a fotók segítségével és meséljen Erdélyről az írások segítségével, hanem az is, hogy motiválja az olvasót arra, hogy személyesen is ellátogassanak oda. Amit mi már átéltünk, azt élj át más is. De ugyanezek az emberek ugyanott fogják őket várni. A képek elmondják azt, amit mi úgyse tudnánk szavakkal leírni, én írok hozzá szavakat, és akkor abból van egy könyv, és akkor hátha. De ma már jól áll. Tehát amikor mi ezt elkezdtük, akkor mi nem volt nagyon mibe fogózni. Tehát nem nagyon voltak képes könyv, egyáltalán könyvek. Persze, hogy Erdély történelmét meg lehetett ismerni, de olyan anyagok nem nagyon voltak, amik ezt elképzelhetővé tették. Tehát itt tényleg a képeknek van fontossága. A könyv bemutatóval egybekötött képes barangolás ezen a helyszínen is jó lehetőséget teremtett arra, hogy Erdély csodálatos világát jobban megismerjék a jelenlévők. 20. alkalommal rendezte meg a Sárospataki Művelődésháza és Könyvtára a Zempléni Gyermek Szóló Táncfesztivált. Ezen az éven 64 fiatal állt színpadra, hogy bemutassa tehetségét a kötelezően, valamint a szabadon választott táncok segítségével. A jubileumi esemény tovább színesítette az Örökös Kaláris és Örökös Bokréta díjasok gálaestje.
A házigazda Sárospatak mellett Buzita, Szerencs, Encs, csak néhány település, ahonnan gyerekek érkeztek az idei 20. zempléni gyermek szólótánc fesztiválra. A már nagy hagyományokkal rendelkező esemény egy állandó megmérettetést jelent a fiataloknak. Itt nem csak bemutathatják tudásukat, hanem egyben össze is mérhetik azt a többi, más művészeti iskolából érkező táncossal. A jubileumi esemény éppen ezért minden eddiginél színesebbre sikeredett. A szervezőket pedig idén is több cél vezérelte. Magyar Kultúra Napja méltó megünneplésére egy olyan rendezvényt akartunk létrehozni, ahol a folklór, a hagyományos paraszti kultúra van a középpontban. A másik gondolat pedig az, hogy a gyermekeknek egy olyan tehetséggondozó programot létrehozni, amely fejleszti őket mind előadásmódban, mind a táncanyag ismeretüket bővíti, mind az ének kultúrájukat, a népzenei kultúrájukat, illetve hát bemutatja a viseletkultúrát is. A 20. zempléni gyermekszóló táncfesztivál egy meghatározó évnyitó eseménye intézményünknek most már több mint két évtizede. Amit mi kaptunk, az mindenképpen az a megerősítés, hogy a néptánc mozgalom Sárospatak központtal működik, él és vannak követői, hiszen ahogyan a bevezetőben is elmondtam, a 20 versenyen, ha átlagban csak 50 gyerek fordult meg, de ettől jóval több, akkor is közel 1000 fiatal táncos mérettette meg magát itt ezen a színpadon. A fiatalok ebben az évben kötelezőként a szatmári falvak táncanyagát mutatták be. Aztán ahány gyermek, annyi szabadon választott táncot láthatott a közönség. Anyanyelvünkön való beszéd, Kodály mondja az anyanyelven való éneklést, és Timár Mester pedig azt mondja, hogy az anyanyelvünkön való táncolás, ami gyakorlatilag mindenkinek kötelezőnek kéne, hogy legyen. Meg kéne tanulni. Hát magyarok vagyunk, benne van a személyigazolványunkban. Magyar állampolgár vagyok. Tudnom kéne ennek az államnak a kultúráját. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek ezen felül még, hogy egyáltalán már foglalkoznak vele, még eljönnek versenyre, plusz munkát fektetnek bele. Ott vannak a pedagógusok, akik plusz időt ölnek ebbe a történetbe. Ebből a szempontból nagyon fontos. Az esemény részeként önálló produkciót mutattak be az örökös Kaláris és örökös Bokréta díjasok. A számos díjazott között 4 sárospataki táncos kapott örökös díjat, illetve többen külön díjban részesültek. A vincenap hagyománya Magyarországon a villányi borvidéken terjedt el elsőként a szőlősgazdák körében, de Tokaj hegyalján is meghonosodott a hagyomány. Sátoragya Újhelyben január 22-én Szepsi Lackó Máté az első aszúbor készítőjének emléktáblája megkoszorúzásával indult a vincenapi program. Majd a borosgazdák a római katolikus nagytemplomban kértek áldást az elmúlt év terméséből készült borokra. A tokai borról az 1400-as évekig nem születtek kiemelkedő feljegyzések. Akkoriban a legnevesebb borvidékünk a szerénységi volt. A 16. századtól a török támadásoknak köszönhetően a déli borvidékeken elmaradtak a szüretek, a háborúk jelentős pusztításokat okoztak. Az így kiesett szőlő és bortermést a törökök által el nem foglalt területekről kellett pótolni. Ekkor értékelődött fel a tokai borvidék, ahol Szepsi Lackó Máté elkészítette az első asszúbort, az 1620-as években. A prédikátor a török beütésétől, támadásától tartva a szokásosnál tovább november elejéig húzta a szület kezdetét. Az újhelyi Orémus dűlő szőlője azonban már nagyon töppetté vált. Az aszusodott szőlőszemek leválogatásából rendkívüli bor született, amely az akkori fejedelem asztalára és uradalmának borai közé kerülve igazi hírnevet vívott ki magának. A református prédikátor emléktáblájának megkoszorúzását követően a gazdák a római katolikus nagy templomban kértek áldást új boraikra és a szőlővesszőkre. A borszentelést megelőzően Bodnár Sándor borlovag értékelte az előző éves szőlőtermést. A 2016-os évjárat szélsőséges volt. Tavaszi fagyok, jégverés, túl sok csapadék, egyenlőtlen eloszlásban, mind-mind próbára tette a termelőket. A szélsőségek ellenére a termés mennyisége kielégítő, minősége jónak mondható. Annak ellenére, hogy az asszuszemek minősége kívánni valót hagyott maga után. Köszönhet a Jóisten gondoskodásának,
Szent Vincének, valamint Toka egyaja védőszentjének, Simon és Júda Tádénak. A bor az Isten, a természet és az ember harmonikus együttműködésének gyümölcse. Vince napjához termésjósló hagyományok is kötődnek. A gazdák e napon vesszőket vittek otthonukba, vázába tették és megvárták, hogy kihajtson. Ha sok rügy volt rajta, akkor bőséges termést jósoltak. De azt is tartották, hogy ha január 22-e időjárása napos, úgy jó bortermés várható az őszre. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. A Magyar Kultúra Napja csak nyitánya az idei színes kulturális programoknak, mondta a Petőfi Irodalmi Múzeum új főigazgatója a Sátoraljaújhelyi Kultúra Napi megemlékezésen. Gyász. A zempléni iskolákban is megemlékeztek az olaszországi busztragédia áldozatairól. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket, munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!